nem indult könnyen ez a mérkezés, de nyilván azért, mert nagyon kemény munkával jöttetek, aztán a másik megidőre meg már úgy jöttetek, hogy bedaráltátok Bahrein, de hogy értékeled ezt a meccset? Ahogy mondtad, azt gondolom, hogy az elején nem úgy jöttünk ki a pályára, hogy kellett volna. Nem volt meg bennünk az a tűz sem, és fegyelmezetlenek voltunk védekezésben és támadásban is. Támadásban sok eladott labdánk volt az egész mérkőzésen, ez ami szerintem ezt nem engedhetjük meg magunknak az Európa-bajnokságon, de ezen mindenképpen dolgozni fogunk, azt gondolom. És a másik félbe tényleg kicsit nagyobb tűzzel jöttünk ki, és igazából mondhatom, hogy ez az igazi arcunk, de még ez sem az, azt gondolom, hogy sokkal nagyobb tűzzel tudunk játszani, és bízok benne, hogy ez majd most, amikor finomítjuk ezeket a dolgokat, lépésről lépésre jönni fog majd. Ugye irányítóban te kezdted a második félidőt, és látszott is, hogy tizeled a többieket, kellett is nekik ez? Nem gondolom azt, hogy itt a külön játékosokat kell tizelni, hiszen mindenki profi, és mindenki tudja, hogy mekkora tétje van ennek az Európa-bajnokságnak, és egyáltalán nem a hozzáállása volt gond, talán egy kicsit belealudtunk az elején, és a másik félidő ébredtünk föl talán. Az elején azt gondolom, hogy ilyen izgulás, nem összeszokottság, igazából rég voltunk már együtt, kemény melóból jövünk, ahogy mondod, viszont a második fél időben, amit kértek az edzők, már pedig azt, hogy a kemény védekezésre alapuljon a játékunk, az úgy gondolom, hogy összejött. Nyilván így is kicsit sok gólt is kaptunk, rengeteg technikai hibát vétettünk, sajnos köztük én is. Úgyhogy ezekben mindenképp javulnunk kell, mert szerintem 10 gólt ajándékoztunk az ellenfélnek. Amit ugye szeretetek volna gyakorolni már a hollandok elleni ebben nyitó meccs jegyében, az mennyire sikerült? Igyekeztünk a saját játékunkra koncentrálni, nem gondolkodtunk így még nagyon előre. Az volt a cél, hogy a saját játékunkat tudjuk játszani. Igaz, egy olyan Bahrein ellen játszottunk, ami a 3-3-at védekezett, szóval ez egy kicsit új, mert nem sokan játsszák ezt a világon, de azt gondolom, hogy ezzel is tudni kell kézilabdázni. És majd szerintem innentől fogunk ráfeküdni a hollandokra. Igazából a mai napon csak annyi volt a kérés a stábnak, hogy egy felszabadult jó játékot lássanak, és hogy ugyanazon az úton haladjunk tovább, amit elkezdtünk 2,5 évvel ezelőtt. Jól esett egyébként a csapatnak, hogy végre meccset játszott? Persze, én azt gondolom, hogy egy kézilabdásnak ez a meccs az ünnepnap igazából, és mindenki nagyon várja. Az előző ugye elmaradt, ez is ilyen kétes volt, hogy megvártuk a teszteket, hogy most lesz-e meccs, ez nem a legjobb, de próbáltunk koncentrálni, és azt gondolom, hogy mindenki jól érezte magát a pályán a végére. 5 nap várjátok, mert vágjátok a centiket? Igen, most már nagyon közeledik, és azt gondolom, hogy mindenkiben kezd jönni ez a kicsi druk, de jó értelemben. Egyértelmű, egyre jobban izgulunk, egyre jobban érezzük, hogy azért igenis van tét és van nyomás, nyilván egy minél jobb eredményt szeretnénk elérni. Kitűzött célokról szerintem annyira nem kell nagyot mondani, kisítőnek se lenni, szerintem mindenki érzi saját magába belül, hogy mi is a célunk. El fogjátok bírni a nyomást, ami azt jelenti, hogy ugye egy jól sikerült elv és egy jól sikerült BB után nyilván az egy közönség előtt várják is az emberek, hogy itt hozzátok az eredményeket. Én bízok benne, hogy ez a csapat el fogja bírni, és nagyon nagy plusz löketet fog adni, hogy ennyi magyar előtt tudunk kézilabdázni. Alapból egy világverseny nagy élmény, de hogy itt játszottunk, azt fel sem tudom fogni, hogy milyen lesz. Szerintem ilyen még senkinek nem adatott meg, úgyhogy szerintem fergeteges hangulat lesz.